A karácsonyi menü elmaradhatatlan része a beigli. Boldizsár Kata kolléganőm annak járt utána, hogy mitől lesz tökéletes a keltes finomság. Boldog karácsonyt és békés ünnepeket kívánunk mindenkinek. Egy kicsit folytatjuk és tartjuk is a karácsonyi hangulatot. Benéztünk egy kis cukrászdába, hogy ők vajon hogyan is készülnek a karácsonyra, és Jors Józseffel beszélgetünk már is erről. Hát azért nagy a sürgés és a forgás, ugye tudni kell, hogy mi azért itt most karácsony előtt vagyunk még azért egy pár nappal, de hát azért egy cukrászdában ilyenkor nagy az élet, és azért nagy üzemben folyik a munka. Hát egy kés csók először, másodszor igen, ez így szokott lenni, ugye karácsony az az egyik legintenzívebb időszak a cukrászatokban, ugye a rengeteg beigli ilyenkor készül, a rengeteg pozsonyi kifli, a rengeteg gyümölcskenyér, az összes karácsonyi süteményt ilyenkor szokták az emberek megrendelni, elkészíteni, aki elviszi cukrászdába, de nagyon sokan vannak olyanok, akik otthon készítik el. Ilyenkor szokott olyan vendég lenni, hogy mégis hogy csináljuk a beiglit. Na, akkor mégis hogy csináljuk a beiglit, mert én is azt veszem észre egyébként, hogy a beigli az egy ilyen mumus sütemény, abból a szempontból, hogy sokan nem mernek hozzáfogni, mert hogy vannak ilyen, aztán oszlassuk el, hogy ez tévhit vagy nem tévhit, hogy ha már a beigli szétreped, akkor nem jó. És akkor sokan úgy vannak vele, hogy hozzá sem mernek kezdeni, mert az enyém úgyis szétreped. Ugye ez nagyon sok mindentől függ. Más az otthoni beigli, amit otthon csinálnak az emberek, és más az, amit mi készítünk cukrászok. Ugye ha az otthoniról beszélgetünk, az egy általában egy kelesztett, élesztős tészta, ami hasonló tészta, mint mondjuk egy aranygaluska, és abban van rengeteg tölteléket raknak bele, fel van tekerve, és sűrűn a tepsibe egymás mellett, egyszer meg van sütve, gyönyörű barna a teteje. Amit mi készítünk, cukrászok, az is egy élesztős tészta, de egy omlós élesztő, teljesen más típusú, és ugye ott az a lényeg, hogy egy kemény tésztát kell gyúrni, nem szabad sokáig gyúrni, mert leég, szét fog repedni. Nagyon fontos a töltelék és a tészta keménysége. Ha nagy a különbség, szétreped a beigli. Ha megvan a tésztán, ki van nyújtva, mindenki azt mondja, hogy mi úgy szeretnénk, hogy sokkal több töltelék legyen a beiglibe, holott az nem jó, mert ugye a tésztának kell kívül lenni. Tehát, hogyha valaki beiglit készít otthon, az általában ugyanaz a mennyiségű töltelék és ugyanaz a mennyiségű a tészta. De sütésnél a töltelék sokkal jobban meg fog dagadni, és ezért sokkal többnek fog tűnni benne. Vannak olyan trükkök egyébként, hogy mit kell tennünk a töltelékkel, hogy például ne folyjon? Igen, igen. Nagyon fontos például a töltelék. Ugye eredetileg a beigli tölteléket mostanában tejjel készítik, viszont azzal lerövidítik a szavatosság idejét. A jó beigli az egy vizes forrázott töltelék, éppen azért, hogy nehogy meginduljanak benne a baktériumok, mert 3-4 hétig el lehet tartani, hogyha le van fóliázva. Ugye nagyon fontos, hogy mit rakunk bele beiglinek, és hogy mit hívunk beiglinek. Hivatalosan csak a diós és a mákos lehet beiglinek hívni. Az akkor én nem is a beiglit szeretem? Az összes többi csak tekercsnek. Tényleg? Az akkor igen. Én csak a kakaós tekercset szeretem? Elképzelhető, igen. Na, akkor már ezért is érdemes volt eljönni, hogy ezt legalább megtudjuk, hogy a beigli az csak és kizárólag a diós és a mákosra vonatkozik, igen, az, igen, az igen, a igen, beigli. Mert hogy én például tavaly már csináltam marcipánosat, meg mákos marcipánosat, meg ilyen mindenféle trükköt vittem bele. Rengeteg ilyen van. Mi azt mondtuk, ugye ez a cukrezet, amit csinálunk, azt nem egyedül csinálom, hanem van egy üzlettársam, az Eszter, és mi megfogalmaztuk azt, hogy mákos diós és maximum gesztenyés. Ah. De az se beigli, az is gesztenyés tekercs. Az összes többi, amit beiglinek hívunk, az nem beigli. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye ez le van védve, és benne van az élelmiszerkönyvben, hogy mit hívunk beiglinek, hogy mi megvan, hogy mit hívunk Rigó Jancsinak, mit hívunk Eszterházi tortának. Úgyhogy ez minden benne van, és csak így lehet. És a lényege, bocsánat, igen? Hogy a jó beigli készítésnek, hogy legalább például a tölteléknek 24 órát állni kell. Tehát leforrázom a mákot, a diót, és hát legalább 24 órát kell állnia, hogy a mák és a dió megszívja a cukorszirupot, amivel leforrázom, és az ízek összeérjenek, többször át kell dolgozni, és utána lehet elkezdeni beiglit készíteni. Hát akkor most már kezdem érteni, hogy miért sziszifusz is ez, és hogy miért nem mer mindenki otthon ennek hozzáfogni. És még nem is álltunk neki a beiglinek egyelőre, még csak a tölteléknél tartunk, és a tésztánál. Tehát... Hogyha egyébként a tésztáról beszéltünk, hogy cukrászdában elkészített tészta, és otthon elkészített igen. Tészta, ha azt is lehet, hogy én egyébként otthon megpróbálom ugyanazt a tésztát elkészíteni, meg lehet csinálni. Nem egy bonyolult, nincs benne nagy bonyolultság, van benne liszt, van benne vaj,
van benne só, van benne élesztő, van benne tojássára és van benne porcukor. Ebből áll az egész a tészta. Itt maga a gyártás technológia van, hogy amikor begyúrom a tésztát és elkészítem, pihentetem, kiadagolom megfelelő mennyiségre, gyönyörű szépen ki kell virgolni, kidolgozni a tésztát, azt megint pihentetem, kinyújtom a tésztát, belerakom a tölteléket, feltekerem, lekenem egyszer 2,1 sárgányás keverékkel, rászárítom, tehát pihentetem, megint. Attól jön a márványosság? Igen, a száradástól és a kelesztéstől. Tehát amikor először le van kenve, hideg helyre ki kell raknom, hogy rászáradjon a tojásanyag magára a beiglire. Amikor megvan, behozom, újra lekenem ugyanezzel a keverékkel, majd újra kirakom egy kicsit a hidegre, hogy még gyorsabban rászáradjon. Utána hozom be, kelesztem körülbelül 1-1,5 órát, akkor kezd el ugye a kelesztéstől megrepedni, attól lesz az a gyönyörű mintázat a tetején, és utána egy hősfokos, egy 180 fokos hőfokos sütőbe elkezdem sütni. Folyamatosan pörgetem, és nagyon fontos, hogy nem szabad nagyon sötétre sütni a beiglit, mert akkor kiszárad. Inkább világosabbra kell hagyni, hogy az átlag ember azt mondja, az még nyers, de az a jó beigli. Mert ugye egy eléggé vizes töltelék van benne, és párás, ezért még szurkálnom is kell, hogy a gőz is kijöjjön belőle. Na, hogyha valaki nem így sütött beiglit most karácsonykor, akkor most itt az ünnepek alatt neki lehet állni, és ki lehet ezeket próbálni. Egyébként mondjunk olyan süteményeket, amik ilyen nagyon hagyományos, vagy azt tudnám mondani, hogy inkább ilyen tradicionális, igen, sütik, amiknek ott kell lenni. A karácsonyi asztalon? Hát, ami nagyon fontos, és ott szokott lenni, az a zserbó. Azt már mi hamarabb szoktuk itt a kollégáinkkal elkezdeni, mert reggel ugye, amikor hajnalban bejövünk, és az első kávénál mindig a saját zserbónkból egy kicsit falatozunk, ez így szokott kezdődni általában. Igen, azért mondjuk el, hogy most mi nagyon korán, viszonylag korán érkeztünk, mert hogy már 8 órára itt voltunk, már itt azért már 6 órakor elkezdődött a munka, és itt már így áll minden, tehát hogy már ilyen utolsó stádiumok vannak, mert hogy mindjárt elkészül minden. Hát igen, már elkészültünk a mai napra, a mai adag beiglivel és pozsonyi kiflivel, amit már csak sütni kell, de ez körülbelül délután 2-3-ig el fog tartani, ugye, mert vannak dolgok, amiket nem lehet sietetni. Viszont mellette rengeteg rendezvény van, amit még csinálunk. És visszatérve a tradicionális süteményekre, ugye én azt mondom, hogy egy beigli, egy zserbó, egy mézes krémes, egy pozsonyi kifli, azok okvetlenül ott kell, hogy legyenek az asztalon. Vagy például hólabda, karácsony. Vagy bármilyen? A hólabda az inkább ilyen, inkább azt mondom, hogy ilyen sátoros ünnepekkor szokott lenni, az inkább húsvét. Meg a kókuszkocka, az is inkább húsvét. A karácsony az inkább az ilyen nagyobb, erőteljesebb sütemények, azok a nehezebb sütik, amiket igen, úgy mondjuk, és azokat szoktuk kézni. Igen. És fontos például az, hogy én azért szoktam például karácsonykor kuglófot készíteni, rendesen kelt kuglófot, amit reggel, hogyha föl kell az ember, leszel belőle egyet, és az nagyon jó a kávé mellé. Hogyha már vége van a karácsonynak, és bezártuk a cukrászatot, és nem foglalkozunk 2 napig az ünnepek alatt a cukival, és mindenki pihen otthon, akkor legalább egy jó kuglóf legyen. Na, akkor nézzük ezt a 2 napot, hogy egy cukrásznál hogyan telik a karácsony, és mondjuk otthon mennyire süt egy cukrász, vagy mi kerül mondjuk most az ünnepek alatt egy cukrász asztalára? A cukrász otthon semmit nem süt, legalábbis én biztos, hogy nem, de szerintem a kollégáim se nagyon. Mi nálunk általában a karácsony az ilyen november közepén szokott elkezdeni, főleg azok a cukrásztatok, akik mondjuk készítenek szaloncukrot, habcsókot, bármi ilyesmit, azok már november 15-e magasságában elkezdik a karácsonyi felkészülést. És Isten igazából ugye nekünk az a szerencsénk, hogy nem csak a cukrászdánk van, hanem mi nagy rendezvényszervezőknek is bedolgozunk, tehát ugye a cégeknél a karácsonyi parti szezon az december. Igen. Most már egyre több van januárban is, amikor átcsúszik, és ez egy nagyon pozitív dolog, mert nem kell egy hónap alatt megszakadnunk, úgymond a munkába, hanem szét tudjuk húzni, és ez nekik is sokkal jobb. És akkor így szokott összeállni, hogy mi már olyan december elején már teljes nagy üzem van, ugye mert rengeteg céges ajándék, aki sütit ad, süti dobozokat adnak ajándékba, ezeket kezdtük el készíteni. Na ez például egy jó ajándék és egy jó időpont a karácsonyi időszakban, hogy amikor otthon vagyunk és készülünk családrátogatásra vagy a barátokhoz, hogy mondjuk éppen mit vigyünk, akkor ajándékba lehet sütni például sütit, ez egy nagyon igen. Igen. Ha már beszéltünk itt a januárról, akkor fontos szerintem azt is megemlíteni, hogy ugye ott van a 2 ünnep közötti rész, és aztán utána készülünk a szilveszterre.
És hát azért ilyenkor mindenki azt mondja, hogy a nagy evésekről szól az ünnep, és mindenki eszik, aztán ezt meg lehet cáfolni, hogy ez valóban így van. De hogy szilveszterre mi az, amit rakunk ilyenkor az asztalra, vagy mi az, amit rakhatunk, és akár otthon is pikpak megcsinálhatunk? Mondanám, hogy a maradék beiglit ki lehet rakni, de nem, általában a szilveszteri desszerteket általában úgy szokták, hogy inkább a skós sütemények fele, ugye, hogyha már iszogat az ember, és finom italokat fogyaszt el, akkor mellé ne az legyen, hogy kicsit szívja az alkohol, egy kis sós falat, egy kis édes, csak hambekabom és készen vagyok. Ez mind attól függ, hogy még milyen menüt készítünk esetleg, hogy mi az, amit elkészítünk, és milyen desszertet szeretnénk. Nálunk például, ha visszatérek karácsonyra, nálunk nincs hagyományos karácsonyi desszert a végén, hogy egy mákos guba, vagy bármi ilyesmi. Én inkább már megpróbálom ezt az új hullámos, hogy inkább csinálok egy olyan tányérszerviz, hogy csinálok egy szuflét, egy felfújtat, egy lávát, egy krémbrülét, vagy bármi ilyesmit, amit el lehet készíteni. Kell hozzá egy kis tudás, de meg lehet csinálni, és inkább azt tegye a család, mint hogy egy ilyen jó karácsonyi dolgot. Tehát akkor szilveszterre inkább sós dolgok. Inkább sós, igen. Viszont ugye, ha megnézzük, hogy rengeteg szilveszteri buli van, és általában most például elég sok rendelésünk van szilveszterre, mint olyan rendelés, hogy van egy étterem, ahol van egy menü, és a desszertet nem a szakácsok csinálják, hanem mi elkészítjük nekik, és akkor ők kitálalják. Tehát rengeteg van, és ez mind a séftől függ, hogy mi az, amit ő föl szeretne rakni. Egy cukrás sokkal jobban tudja, és talán azt hiszem, hogy hitelesebb választ tud arra adni, hogy a nagy karácsonyi evésben megcsömörlik az ember, vagy egy édességet, meg a süteményt, meg utána a nagy karácsonyi evés után ugyanúgy kívánják az emberek a süteményt, és aztán az ugyanúgy fogy. Tehát azt mindig lehet otthon is utána készíteni. Igen, ez egy érdekes, mert ugye mi 24-én délig nyitva vagyunk, 25-26 zár vagyunk. 27-én, amikor kinyitunk, akkor tavaly azt hittük, hogy hú, nem lesz vendég. És nagyon sokan voltak. Mert hiába ettek otthon sütit, akkor ugye majdnem mindenki szabadságon van, vagy nem megy dolgozni, sétálnak, kirándulnak, és akkor eljönnek, esznek egy süteményt, isznak egy kávét, és mennek tovább. Nem beiglit esznek, hanem a pultból választanak, tehát ami teljesen más. Tehát nem lehet megunni az édességet. Nem, hála a jó Istennek. És a süteményt. Egy-egy ilyen előkészületnél, mint ahogy ezt már látjuk is, hogy azért nagy üzembe megy az előkészület, lehet számokról, vagy tudunk számokról beszélni? Csak egy kicsit ilyen érintő jellegesen. 10 000-es szám. Tehát... Féltem egyébként megkérdezni, de a kíváncsiságom határtalan, hogy... 4-szeres szeretnék kérni. Na, hát akkor így van, megy a munka közben. Szóval, hogy igen, tehát, hogy mennyi a lesütött beigli mennyiség? Ugye a beigli mennyiség az egy érdekes dolog, mert az nagyon sok mindentől függ. Ugye mi nem szeretünk úgy gyártani, hogy feleslegesen legyártunk rengeteget, kimarad a pultba, és utána karácsony után mi lesz? Na jó, de mindig vannak belsők. Elsők mindig vannak, tehát általában úgy szoktunk számolni, hogy mondjuk egy ilyen 80-100 rút fajtánként van pluszba, mert nagyon sokan elfelejtik, ugye 23-án szembesülnek azzal, hogy holnap karácsony van, nem látják, a város fel van díszítve, mindenhol világítanak karácsonyi fények, mindenhonnan ömlik az, hogy karácsony van. Ők azok általában, ők a barátok általában, akik elfelejtik, és akkor mindig nekik kell ilyen tűzoltás gyanánt, egy kis beigli, egy kis pozsonyi, és akkor az mindig van pluszba. Tavaly azt hiszem egyetlen egy 25 dekás rút beiglink maradt, amit januárban, amikor ugye zárva vagyunk mi egy hetet, viszont mi be szoktunk jönni rendet rakni, összepakolni, kitakarítani mindent, ugye, mert a december az nagyon durva, és akkor szépen leültünk, vittünk egy kávét, fölvágtuk az utolsó rút beiglit, azt megettük, meg konstatáltuk, hogy ez a beigli jó sikerült, úgyhogy dolgozhatunk tovább. Úgyhogy mi nem szoktuk azt, hogy elrakjuk, vagy bármi, mert nagyon sokan csinálják azt, hogy majd ameddig még van, kiárulják, de én azt mondom, hogy általában karácsonykor vége a beigli szezonnak. És az úgy körülbelül mennyi? Tehát, hogy így darabra? Hát mondjuk ilyen 3-4 ezer rúg. Azt a mindenit. Az nagyon sok. Most ott még készül. Nem sok. Nekem nagyon sok. Nekem azt a 3-4-et is megsütni otthon, az melós dolog. Most készítünk egy olyan csokoládétortát ebbe a keretbe, ilyen kis falat sütemények lesznek egy rendezvényre, hogy van egy piskótánk, arra egy mogyoró praliné fehér csokoládét összeolvasztok, ebbe rakok egy, Mátétól elkérem,
Ő egy svájci keksz, vagy egy ostyagyárnak a mellékterméke, amit levágnak az ostyáról, ez a lehulló, apró pörkölt ostyadarabok. Ezt rá fogjuk belerakni, összekeverem, ezt rákenjük a piskotára, rájön majd egy tejcsokoládémusz, és amikor eszi az ember, akkor roppan benne ez a ropogós rész, ez lesz a ropogós rész. Ez akkor a divat, hogy mindig legyen egy roppanós textúra. Igen, most ez a, mostanában igen, fejti, igen, ez a jövő, ez felé megyünk, hogy roppanosság legyen benne, mert ez nagyon-nagyon fontos. Átraksz ide, kérlek, kettőt. Nagyon izgalmas dolog egyébként, lehet elcsenni itt ötleteket. Az otthoni sütésre egy másodpercre visszatérve, én mindig biztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki, mert hogy azért nem ördögtől való ez a sütés, csak neki kell fogni, és ki kell próbálni, és nem kell elkeseredni, hogyha véletlenül nem sikerül. És pont egy ilyen időszakban, amikor ünnep van, otthon vagyunk, és éppen mondjuk nem családról családra járunk, hanem van egy kis időnk, akkor ki lehet ezt próbálni otthon? Ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy fiatalon, amikor anyukám főzött, meg sütött a konyhába, akkor mint a muslica mentünk rá az edényeket kinyalni, hogy maradt benne egy picike. Most már ugye nem nagyon tudok például, hogy ha hazamegyek, akkor nem nagyon tudok meglenni úgy a konyhába, hogy ne szóljak be neki, hogy ezt nem úgy kell csinálni, és akkor azt mondja, hogy ez az én konyhám kifelé a konyhából, itt úgy van, ahogy én csinálom. Mindenki tud sütni, nem kell félni, senkit nem evett meg még egy krém. Ilyen nem. Elrontjuk, oda kell figyelni, és a következőre tudja, hogy sikerülni fog. Tehát itt ez a lényeg, hogy nem szabad félni. Minél jobban félek egy süteménytől, annál biztosabban el fogom rontani. Ugye nagy korszaka van most a makaronoknak. Igen. Ha minden gramra be van tartva, és egyszer megcsináltam jól, és tudom, hogy készül, akkor onnantól kezdve fogom tudni jól gyártani, nem szabad. De ez egy kényes sütni. Nagyon kényes, mi is gyakoroltuk, volt olyan, hogy az Eszterrel legyártottunk mondjuk 10 kört, az azt jelenti, hogy mondjuk 2000 darab, és abból mondjuk 1500-at félrerakni, ledarálni, és valami mást kellett belőle csinálni. Mert egyszerűen nem sikerült, ki kell tapasztalni a sütőt, meg mi a lépés folyamatosan. De ez csak az ember úgymond a saját kárán megtanulja. Hogyha már itt azért csinálunk kedvet a sütéshez, mert azért én reménykedem, hogy csinálunk hozzánk kedvet, mivel érdemes egyébként kezdeni? Mondjuk úgy karácsonyi időszakban. Tehát mi az, amit mondjuk így kipróbáljunk kezdésnek sütés gyanánt? Aki mondjuk kezdő. Hát kezdőnek? Általában az szokott lenni, hogy ilyenkor azt szoktam mondani, hogy el kell menni egy bevásárlóközpontba, és kell venni kész leveles tésztát. Nem kell rögtön az elején nekiugrani, mert az egy elég bonyolult, de abból például egy nagyon jó sós masnit szilveszterre meg lehet csinálni. Megvan előre kinyújtott tészta, lekenem tojással, megszórom vékonyan sóval, reszelt sajtot rakok rá, feltekerem, bármi, ami éppen van. És utána lehet tovább fokozni. A következő lépés lehet mondjuk egy jó képviselőfánk, abban ugye nagyon fontos, hogy... Elég nagy a szakadék a leveles tészta és a képviselőfánk. De ha a képviselőfánkot megcsinálom kicsinek, guzsernek, és ugyanúgy sütés előtt sajtot rakok rá, akkor egy sajtkrémmel betöltve egy nagyon jó welcome falat, amikor jönnek a vendégek szilveszter. Megint jó. Szilveszter és sós süti. Ez nagyon-nagyon jó. Ezek majd egymásra fognak egyébként kerülni? Nem, hanem erre majd egy tejcsokoládé muszt fogunk mindjárt elkészíteni, és azt be fogjuk önteni a tetejére. Ez meg fog kötni. Be fogjuk egyszer fagyasztani, hogy föl lehessen vágni, és utána ez föl. Hogy készül ez a tejcsokis történet? Simán csokoládét. Na, addig én ezt kenem, elkenem a másikat, jó? Jó, óvatosan. Jó, nagyon óvatosan bennem. Hát a CCP könyv rendben van, ugye? Hát minden. Gondoltam. Minden. Nincs nagyon. Legalább, hogyha már itt vagyok, és belefolyok ebbe a munkálatokba, akkor valami hasznom is legyen. Abba csináljuk. Szóval ott tartottunk, hogy képviselőfánk, és akkor lehet belőle sajtos dolgot is csinálni. És akkor mi még az, ami szilveszterre való? Jól csinálom? Igen. Kicsit egyenletesebben kell, meg én nem nagyon szeretem, hogyha a cukrászokon esetleg gyűrű van, vagy karkötő, vagy bármi ilyesmi, mert azért az... Hát de most... Nem egy rendszer biztos, meg egy ilyen... Igen. Nem kell félni, ezt elvesszük innen, és lehet fordítani. Ezt most megmutatom, tehát most van az, hogy nem kell félni, hanem csinálni kell. Nem, bátran. Aha. Bátran, mert ebben csokoládé van, és magyaropraliné, és viszonylag hideg van itt, és meg fog kötni, és ha megköt, akkor föl fogom szakítani a piskotát, és nem lesz jó. Tehát valahol igyekezni kell. Igen, és érzek egy nehézséget nyilván benne, tehát hogy ez egy masszív, kemény massza. Hála jó Istennek, igen, ezért lehet majd fölvágni, és lehet majd adagolni magát a süteményt. Na jó.
itt bátran ki. Ez a lényeg. Az a lényeg, hogy teljesen ki kell kenni a szélére, hogyha egy könnyű folyékony muszt rakunk rá, akkor ne folyjon ki a lóviskóta. Aha, jó, oké. Szóval akkor sós dolgok, hallgatom sós tovább. Dolgok, igen, amit nagyon finoman el lehet készíteni, ugye mind vagy pogácsákat esetleg. Na hát én a pogácsával mindig pórul járok, tehát hogy azt szokták mondani, hogy legalábbis eddig azt tapasztaltam, hogy én például mindig jókat sütök, de a pogácsát soha nem sikerült megcsinálnunk, nem tudom, hogy miért, tehát hogy önvédelmi fegyver nálam a pogácsa, nem tudom, hogy miért. Több dolog lehet, elképzelhető, hogy ha az ember azt szeretne, hogy könnyű kis pogácsát kapjon, akkor rá kell hajtani magára a begyúrt tésztára. Begyúrom a tésztát, hagyom pihentetni, és amikor lepihent a tészta, kinyújtom, és behajtogatom a tésztát, mintha vajas tésztát készítenék. Megint kinyújtom, megint hajtok rá, félre rakom, hogy levelessége legyen a tésztának, ma az eleve elkönnyítem, és általában a pogácsával ott szoktak hibázni, hogy mindenki azt hiszi, hogy szénné kell sütni. Nem szabad azt sem aranybarnál, nem szabad megsütni nagyon, mert akkor kiszárítom. Tehát minél jobban oda kell figyelni, hogy a színe a pogácsának, amikor kiveszem, és ha melegen széttépem, akkor biztos, hogy olyan hatás lesz, mintha nyers lenne, de mivel, hogy forró maga a pogács, amire kihűl, tökéletes lesz a belsője. Nem szabad túlsúlyozni, nagyon sokan itt hibáznak. Hát én azt gondolom, hogy mások hasznos dolgot tanultunk egyébként, úgyhogy a beigli sütéstől itt már azt megtanultuk, hogy nem szabad megijedni. Kaptunk ötleteket is, tehát aki már most az ünnepek alatt túl van a beigli sütésen, szerintem fogjon hozzá ismét, és próbálja ki ezeket a technikákat. Mi aztán most hagyjuk itt a mestereket dolgozni. Köszönöm szépen ezt a sok-sok érdekességet, és további kellemes pihenésnek boldog karácsonyt kívánok. Köszönjük szépen, viszont! Önöknek is boldog karácsonyt kívánunk!